nagyon fontos dolog, hogy a mai világban rengeteg fiatalnál tapasztaljuk azt, hogy influencer szeretne lenni, holott szebbnél szebb hivatások vannak, amik közül lehetne választani. Így úgy döntöttünk, hogy a mostani adásban megmutatjuk az egyik legszebb hivatást. Katonákkal fogunk beszélgetni, tartsatok velünk! Sziasztok! Hát nagyon köszönöm, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést, és azzal is kezdeném, hogy mikor kezdődött az bennetek, hogy így megjelent az, hogy a katonaság fele irányultok? Esetleg, hogyha te erről beszélnél először. Hát ez az út, ez nagyon korán elkezdődött. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Ófehértón kezdődött el, ahol keresztapám volt a lőtérparancsnok, nyíregyházi gépesített lövész dandárnak volt ott egy lőtere, neki volt, hogy ő volt ott a lőtérparancsnok. Nagyon sok nyaramat töltöttem lent, egyébként budapesti gyerekként rengeteg nyaramat lent töltöttem. Akkor még bőven a sorkatonai időszakról beszélünk, sok katonája volt, helyi fiúk, és nagyon sok időt töltöttem lent velük. Dolgoztam, amit ők csináltak, besegítettem, néztem, hogy élnek, néztem, hogy élik meg az, hogy ők katonák, és igazából itt innen indult minden. Nem volt egy konkrét döntés. Ez egy egészen fiatal koromtól annyira az életem része lett, hogy egyértelmű volt gyakorlatilag, hogy melyik utat választom. Tehát ez így egy egyértelmű, és mondhatjuk azt, hogy szinte ott nőttél föl? A nyaraim jelentős részét ott töltöttem, igen, meghatározó részét. Nálad ez hogy kezdődött, mikor? Mit tudnál nekünk erről elmesélni? Hát igazából én is a gyerekkoromhoz kötném az egészet, nekem édesapám ugye volt katona, későbbiekben pedig határőrként szolgált, ugye igazából egész kiskoromtól ezt láttam, hogy jár dolgozni, fegyveres testületnél szolgál, és igazából a családfalak nekünk egész messzire visszavezethető, hogy katonák voltunk. Senki nem sugallta, saját elhatározásból hoztam meg ezt a döntést, hogy én katona leszek. Igazából ennyi. Mondhatjuk azt, hogy nagyon szép hivatásotok van. Mi volt ezen az úton a legnehezebb pont? Volt-e olyan része, amikor így valaki elbizonytalanított, hogy ne induljatok el ezen az úton? Elbizonytalanítani nem akart senki. Volt, aki kételkedett benne, hogy ez az amit én valóban szeretnék csinálni. Nem voltam egyszerű gyerek egyébként. Ez mit jelent? Mesélj erről nyugodtan nekünk. Hát balhésnak azért nem mondanám magam, de ugye a általános iskolában meg a gimnáziumban azért betelt hátul az ellenőrző füzetem különböző beírásokkal. De onnantól kezdve, hogy valaki magára ölti az egyenruhát, elfogadja azt hivatalosan is, meg félhivatalosan magával is elfogadja azt, hogy innentől kezdve azért más szabályzók játszanak, más az, ami mellett élni kell az életét. Egyáltalán nem volt nekem nehéz ezt elfogadni, sőt, valahol vágytam is rá, vártam rá. Tehát nem igazán akartak eltéríteni, voltak kérdőjelek családtagjaim fejében, de nem nyilvánultak meg abban, hogy ne csináld ezt. Talán féltettek a családtagok? Valószínűleg igen. Hát édesanyád volt az, aki azért elgondolkodott azon, hogy enyje fiam, nem biztos, hogy ezen az úton kéne elindulnod? Az elején. Az elején, de aztán meggyőződött róla, hogy jó úton van. Teljes mértékben. És bizonyítottál is tulajdonképpen. Remélem, igen. Mi volt a te életedben mondjuk a legpozitívabb élmény? Akár az idevezető úton, vagy akár a katonaság alatt? Igazából az alapkiképzés, amikor a Szentendrére bevonultam, nekem az volt igazából az a meghatározó része az egész dolognak, mert én is elég lean gyerek voltam, nem kellett kétszer megkérni semmi rosszaságra. A középiskolában is így volt ez az egész dolog, és igazából a szüleim támogattak ebben az egészben, hogy én jelentkeztem katonának. Hát a legmeghatározóbb az volt, amikor átléptem ugye a laktanyának a kapuját. És ott egyből egy határozott felszólítást kaptam, hogy zárjam be magam után az ajtót. Ott szembesültem vele, hogy valójában ez már nem egy középiskola, vagy nem otthon léptem be az otthon a házunkba, ugye, hanem egy laktanyába, ahol szabályok kötik az embereket. Mit kellett kinhagyni, amikor ez az ajtó bezárult? Nekem furcsa volt maga ez az egész, hogy megmondják, hogy mikor keljek fel, hogy mikor, ugye maga ez az, hogy borotválkozás, ez nem, tehát igen, hogy kötöttségek voltak, és hogy igazából igen, irányították az egész napodat. Tehát egy napirendi pont volt felállítva mindenkinek, és úgy kellett végrehajtani mindent, amit egy másik ember ad, tehát utasításra követtél. Maga ez az egész dolog, hogy szabályozva lett úgymond az egész életed. De ugyanakkor nagyon sokat is tanultam belőle, mert úgymond, hogy rendre tanított, egy kis fegyelemre tanított, és igazából ez pozitívan hatott ki az egész életemre. De jó. Ezt nagyon jó hallani. És ha mondhatom nektek mindkettőtöknek, és üzenem a
többi katonának is, hogy én nagyon tisztellek benneteket, és ilyen közbüszkeség van bennem, hogy ezt az utat vállaltátok, mert hogy ez az úttal teljesen természetes, hogy minden hivatással jár némi lemondás, de az, hogy tulajdonképpen, amit te is most mondtál, hogy ez a szabályzat, ez a keret mennyire pozitív irányba változtatja az életeteket, és hogy tulajdonképpen mindazt, amit vállaltok, értünk, mindannyiunkért vállaljátok. És azt hiszem, egy ilyen közhála az, ami a szívemben ilyenkor megszületik, és mélyen megtisztelő, hogy beszélgethetünk erről. Az a kérdésem, hogy az idevezető úton milyen érzések voltak ott bent? Milyen elképzelés volt, hogy mi az, ami itt várhat téged? Milyen vágyálmaid voltak, hogy majd mit fogsz itt megvalósítani abból, amit te elképzeltél? Erről, ha tudnál egy pár gondolatot mondani. Hát nagy elképzeléseim nem voltak. Azért nem voltak, mert tudtam, hogy amikor én tapasztaltam a katonai életet gyerekkoromban, tudtam, hogy azóta azért rengeteg változás történt Magyarországon, a Magyar Honvédség életében, mint például a sorkatonai rendszernek a vége. Azt tudtam, hogy amit szeretnék csinálni, azt szeretném nagyon jól csinálni, és szeretnék visszaadni valamit a közösségnek. Ez a közösség, ez úgy, mint a család, úgy, mint a barátaim, úgy, mint a társadalom, úgy, mint Magyarország. Ez volt bennem, hogy bármit is fogok csinálni, mindenképpen a közösségért szeretném tenni, és ezt szeretném jól tenni. Ezek az érzések voltak. Aztán az út során, ami kicsivel több mint 8 éve most már tart, persze volt sok minden. Volt hullámvölgy, mert volt, hiba lenne tagadni. A katonai főiskolán volt, tüzérként végeztem egyébként, a tüzér, hát aki nem kell magyarázni talán azoknak, akik tudják, a tüzér az talán a legnehezebb képzés a katonai vezetőn. Volt párszor, hogy elbizonytalanodtam, volt nehéz időszak, amikor barátok kiestek mellőlünk, de az, hogy el tudtam végezni, az, hogy ahova elhelyezkedtem először a 10 zászlóig, aztán most a koronaőrséghez, az mind-mind megerősített abban a hitemben, hogy jó úton járok, és hogy talán nem csinálom rosszul. Amikor egy katona elbizonytalanodik, vagy ilyen hullámvölgyekben van, mert ez egy teljesen természetes emberi dolog, mivel és hogyan segítheti önmagát? Ugye hát itt vannak a katonatársak, ugye kollégák vagyunk, úgymond lehet mondani, hogy idővel ez a kis csapat összekovácsolódik, és igazából itt nagyon sok barátság is köttetett, és igazából ilyenkor lehet rájuk támaszkodni, mert segítjük egymást. Ha valami probléma van, ugye fordulhatok a parancsnokaimhoz, az előjáróimhoz, illetve ugyanúgy a kollégáimhoz, akiknek nagy része egyben az én barátom is. És nyugodtan állíthatom azt, hogy sok mindenben segítettek, és úgymond támogattuk egymást. És milyen sok férfinak hiányzik ez a fajta közösség, tehát amikor így jobban, rosszban együtt lenni, és együtt megélni dolgokat, és ugye a személyiségfejlődés folyamán fiúból férfivá érik az ember, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos út, és azt hiszem sok férfi életéből hiányzik ez, de erről mit gondolsz? Hát igazából ugye én is 18 évesen csöppentem bele a Magyar Honvédség életébe, és úgymond nyugodtan állíthatom azt, hogy itt lettem igazából férfi, mert itt nagyon sok mindent megtapasztaltam, tanulhattam az öregebb katonáktól, sok példát hallhattam, hogy ők hogyan csinálták, és mit csináltak, és nagyon sokat tanulhattam tőlük. Tehát a minta az mindenképp itt van, és fontos, és ugye odakint pedig a fiataloknak nagyon sok minta hiányzik, ezt nagyon sokszor elmondják a fiatalok. Hát igen, hát a minta igazából otthonról már megvolt az alap, maga a minta, azt ugye megkaptam a szüleim nevelését, tehát a szüleim úgy neveltek engem, hogy próbáltak sok esetben, de igen, nagy rész sikerült is igazából, mert hát itt vagyok és csinálom, amit csinálok, de igen. De nagyon fontos dolgot mondtál ki, mert milyen fontos, hogy a családi nevelésben, amikor a gyermekek körül ugye a hivatásokat, szakmákat elhelyezzük, hogy mi leszek, ha nagy leszek, milyen fontos, hogy esetleg sok helyen kimarad az, hogy akár katona is lehetek, és mind a ketten ezt fogalmaztátok meg, hogy a mintátokban a családi részről már ott volt, és így akkor egyszerűbb is volt megválasztani a hozzátok azt az utat, a személyiségetekhez azt az utat igazából, amire elindultatok. Tehát mindenképp azt hangsúlyozzuk azért ki azért ebbe a beszélgetésbe, hogy fontos lenne a családi beszélgetésekbe betenni, hogy akár katona is lehetsz. Igen, hát én úgy mondom otthonról, tehát nem mondták meg nekem konkrétan, hogy tehát nem célirányosan mondták nekem, hogy legyek katona, hanem ez a saját elhatározásból hoztam meg ugye ezt a döntést, de hát nyilván az élő példa előttem volt, és úgymond a nyomdokaiba is léptem. Nagyszerű. Egy utolsó kérdést szeretnék kérni, hogy említetted itt a korona körüli szolgálatodat. Erről tudnál egy picit mesélni? Ez nagyon érdekesnek tűnik számomra.
Igen, úgy alakult, úgy hozta a sors, hogy idén január 1-től a Honvéd Koronőrségnél teljesítek csoportparancsnoki szolgálatot. Nem volt a tervek közt, de fel lett nekem ajánlva, és úgy voltam vele, hogy ha egy magyar katonát, vagy egy magyar honvédtisztet jelen esetben én vagyok, megkörnyék ez egy ilyen lehetőség, hogy a Szent Koronát őrizze, akkor azt gondolom, hogy nincs rá jó, hogy nemet mondjon. De ez egy csodálatos érzés, egy óriási megtiszteltetés, hogy a Magyarország államiságát megtestesítő jelképet, a Szent Koronát őrizhetem a bajtársaimmal együtt az országházban. Felemelő, tényleg az. Hát az én napomat is felemeltétek, nekem egy öröm volt veletek beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és azt, hogy a katonaságot képviselve így meséltetek az idevezető útról. Köszönöm szépen nektek. Köszönöm. Könyves Gusztáv a lezredes már nagyon sok mindent átélt, és azt hiszem van bőven miből meríteni itt a beszélgetés folyamán. Nézzük meg, hogy egy olyan generációnál, akik azt szokták mondani, hogy bezzeg a mi időnkben, mi is volt abban az időben. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat és a beszélgetést. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy nálad hogy indult a katonaság? Hát nem egy klasszikus segényvidő történet, tehát nem mondhatom azt, hogy én már gyermekkorom óta tervezgettem. Uh-huh. Ezt a hivatást én úgy szoktam mondani, hogy nem én választottam, a hivatás választott ki engem. Uh-huh. Tehát a lázas tinéveimben én is éltem a fiatalok, mondta, tipikus életét, kerestem az utamat, a helyemet a társadalomban is. Több-kevesebb sikere, de én konkrét elhatározásom még nem volt. Mindez kitartott 24 éves koromig. Akkor majd kritis társadalom, hogy az életben mit is szeretnék kezdeni magammal. De még ekkor sem történt meg a nagy elhatározás, hogy én katona leszek, iskolát választottam. Tehát egy elhatározásom volt, egy döntésem, hogy mindenképpen egy főiskolát, egy egyetemet szeretnék elvégezni, és kerestem a lehetőséget, hogy 24 évesen hova is mehetnék. Az is biztos volt, hogy nekem ez a levelező esti nem működik, hát az én szorgalmammal, úgyhogy mindenképpen egy nappali iskolát szerettem volna választani. Úgyhogy azt is mondtam, hogy praktikus okok miatt döntöttem a Nemzetvédelmi Egyetem mellett. Nyilván 24 évesen már nem mondhatom azt édesanyámnak, hogy akkor most kezdenék egy iskolát újra, és hát akkor tartson el. Tehát ez egy vonzó dolog volt, hogy ezt az ígéretet oda tették itt. Igen, mindenképpen, mondom, ez egy praktikus döntés volt. Előtte civil főiskolára már jártam, építőiparban, az Ibu Miklós Műszaki Főiskolára. Itt mondjuk a pályát nem szerettem volna ilyen módon elhagyni, úgyhogy műszakinak jelentkeztem. Na itt a sorskeze először belenyúlt, és nem csak a sorskeze, a név szerint, hogy említsem meg Imre Jenő ezredes urat, akkori tüzér tanszék vezetőjét, aki a felvételin, hogy nem egyszer csak rám talált, és behívatott magához, és közölte, hogy na Könyves, magát az Isten is tüzérnek teremtette, úgyhogy most döntsöm. Azt mondja, hogy vállalja a tüzér tanszéken, hogy ott fog tanulni, akkor föl van véve. De egyébként a műszakira jelentkeztem, ott várni kellett volna még a kiértesítése, de az ezres úr látta a papírjamat, és valami oknál fogva így döntött, hogy szeretné ott tanulni, és én akkor ott rögtön igent mondtam. És innentől kezdve gyakorlatilag megpecsételődött a sorsom. Bár teszem hozzá, hogy még ekkor sem fogalmazódott meg bennem, hogy életem végig katona leszek, vagy ezt a hivatást választom, mert hogy abban az időben még úgy indultunk az iskolán, kettős diplomát kaptunk, egyszer ugye tüzérszakirány, tüzértiszt leszek, másodszorban pedig adtak akkor még földmérő diplomát is, tehát nyitva volt az út esetleg a civil pálya felé is. Aztán később ez másképp alakult a rendszerváltást követően, hogy ebbe az iskola is beleesett, ott már átmentünk katonai vezető képzésbe, és nem kaptuk meg, tehát ott már nem volt nagy választás, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy 2001. augusztus 20-án gyakorlatilag az volt az az időpont, amikor
meg is fogalmazódott bennem, hogy igen, ezt a hivatást én szeretném. Aminek mi nagyon örülünk. Nagyon szükségünk van jó emberekre, jó katonákra. Guszti, nagyon sokszor kapom egyetemistáktól azt a kérdést, hogy a katonaságot hogy lehet összeegyeztetni a családdal. Ugye családapa szerepköröd is van, gyerekekkel is, ezt elmondhatjuk, és hogy hogyan lehet ezt lemenedzselni, ezt a hivatást, hogy az ember a családjába is jelen legyen, ugyanakkor a hivatását is el tudja végezni. Hát a rövid választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy nem lehet, vagy nagyon nehezen. Természetesen ez nem ebből áll, vagy nem ilyen egyszerű, össze lehet egyeztetni, kell egy olyan családi háttér, aki támogat ebben. Azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez a család részéről is nagyon nagy áldozat. Tehát valóban egy olyan család kell, aki megérti ezt a hivatást, érti, hogy milyen áldozatokat kell hoznia a férnek, vagy ott esetben a feleségnek, tehát a katonának, és milyen áldozatot kell hozni a családnak, aki támogatja az apát vagy anyát ezen a pályán. Tehát mindenképp azt mondhatjuk, hogy a párválasztásnál ugye figyelembe kell azt venni, hogy ki az, aki terhelhető azzal, hogy a társának ez a hivatása. Tehát ez egy fontos aspektus akkor ilyen szempontból. Hát kéne, hogy legyen, de nyilván az ember nem így választ párt. Tehát én sem úgy mentem oda, hogy figyelj, katona vagyok, ilyen kötelezettségekkel jár, ilyen terhekkel a részletekről is, és akkor hát akarsz engem, vagy nem. Természetesen most gyorsan hozzáteszem, hogy jelenlegi feleségemmel, akivel már 10 éve együtt vagyunk. Gratulálunk. A házasságunkat tekintem 12 éve, ő is katona. Tehát így azt mondom, hogy kicsit könnyebb volt nekem. Illetve másrészt, mert nehezebb, mert cserébe hát nekem is ugyanúgy kell támogatni őt a pályán, a hivatásában. Úgyhogy... Tehát itt egy kölcsönös támogatásról van szó, igen. És ez azért segíthet esetleg abban is, hogy meg is értitek egymás munkáját, hivatását. Hát azt mondom, hogy sok esetben könnyebb áthészelni így azokat a nehézséget, ami ebből a speciális hivatásba adódik. Igen. De hát melyik szakmában vagy hivatásban nincsenek nehézségek? Így van. Az a kérdésem, hogy mire vagy nagyon büszke az eddigi megtett katonai pályádon, amiről úgy szívesen mesélnél is? Hát ha az életemből is ki kéne emelni egyetlen egy pontot, és kimondta, a hivatásra fókuszálunk, akkor az a ominózus dátum, amit említettem, az a 2001. augusztus 20-a Kossuth tér tisztavatás. Mi történt ott a szívedben, a lelkedben? Először saját magammal szemben is azt mondom, hogy bizonyítottam. Végre valami, amit elkezdtem, végigcsináltam és önerőből. És meg kell említsem a nagyapámat is, annyi nagyapámat is, aki eljött az avatásomra, és amire én akkor nagyon büszke voltam, és nagyon örültem neki, hogy ezt láthatta, és láttam rajta is, hogy büszke is, gyakorlatilag könnycseppek voltak a szemében. Egyébként ő végigharcolta a II. Világháborút, és nagyon sok katonatörténetet hallottam tőle, és annak a korosztálynak azért még valamit jelent, hogy valaki tiszt lesz. Tehát a nagyapai mesében már ott van ez a hivatás. Igen, mondhatjuk. Az elején említettem, hogy nem egy gyerekkorból fakadó döntés volt, hogy ezt a hivatást választom. Ettől függetlenül kerülgettük egymást. Édesanyám is a honvédségnél dolgozott, polgári alkalmazottként könyvtáros volt, később művelődési otthon igazgató. A nagyapám ugye a II. Világháborúban szolgált katonaként, nagybátyám is volt katona, ejtőernyős, tehát nagyon sok katonatörténetet hallottam. Egy kis településen nőttem föl Budapest mellett, Nagy Tacsán, ami katonatelepülés volt, tehát az akkor 1500-1600 fős falunak gyakorlatilag majdnem az egyharmada katona volt, egy katona település volt. Tehát ilyetén formán azért kerülgettük egymást, sőt középiskola választásnál is fölmerült, hogy katonai kollégiumba fogok menni Egerbe. Hát most így utólag azt mondom, hála Istennek nem az jött össze. A Szerb Antal gimnáziumba kerültem, 16. kerületbe. Nagyon szok időszak volt az is. De ugye a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy akkor kerültem ehhez a hivatáshoz, vagy ebben a hivatásban, amikor valóban meg is értem rá. Tehát erre meg kell érni. Mindenképpen. Tehát azt gondolom, hogy igen, és ezt önként kell vállalni, tehát nem lehet kényszer hatása, mert nincs más választásom. Bár azt mondom, hogy ha valaki olyan helyzetbe kerül, mondjuk egy menekülési úton, amíg majdnem is lehet a honvédség, tehát van olyan réteg, akinek azt mondom, hogy ez egyik legjobb választás lehetne.
Igen. Tehát mondhatjuk, mint minden hivatásnak ez az alapja, amit mondtál. Hogyan segíted a fiatal katonákat, mert ezt megelőzően fiatal katonákkal beszélgettünk, és hát nyilván hullámvölgyek, hullámhegyek, mire azért az ember beszokik a személyiségével is, hogy megérkezzen, és ahogy te mondod, megérjen erre a hivatásra, azért segítségre és mintákra van szükség. Neked mi a módszered? Hogyan segíted őket? Hát az első és legfontosabb, hogy őszinték vagyunk nekik. Tehát nem működik az a módszer, hogy egy lilaködbe burkoljuk őket, hogy ez milyen szép, és minden tökéletes, és itt aztán boldogok lesznek, egy élethoz szóló kalandban vettek részt, hanem igenis el kell mondani a nehézségeket is, igenis korrektül tájékoztatni kell a fiatal tiszteket, amikor oda kerülnek ki az alakulathoz, első beosztásukba, hogy mivel kell, hogy számoljanak, illetve cserébe, hát el is mondjuk, hogy ezeket hogyan lehet átvészelni. És segítünk nekik akkor, ha elakadásuk van, akkor, ha látjuk, hogy esetleg megtorpant a hitük ebben az egész hivatásban. Tehát ilyen katonai atyaként, apaként ott vagytok mögöttük tulajdonképpen ennek a generációnak. Ugye ezek a mai fiatalok ugye sokszor elmondják, hogy nincsenek ott az apáik. Nincs kitől megkérdezni, nincs olyan hiteles, mint a számukra. És ugye a fiatal katonákkal is, mikor beszélgettünk, elmondták, hogy számukra ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon jó, hogy erről beszéltünk. Egy kérdésem lenne még, hogy nagyon sok katona kreatív, vagy szereti a rendezvényszervezést, vagy őrizni szeret valamit. Tehát, hogy ugye a személyiségfejlődésben előbb-utóbb kijön mindenkinek a tehetsége. Ki hogy tudja a katonaságon belül a tehetség útjához megtalálni azt a részleget, amiben aztán ki tud jól teljesülni? Hát én mindig azt mondjuk, hogy a katonai pálya az egy hivatás, az Igen. egy életforma. De ettől függetlenül a katonaságon belül, a honvédségen belül azért elég széles a spektrum. Nagyon sok szakma képviselteti magát, akár civil oldalról is. Föl tudnál ebből párat sorolni nekünk? Igen, tehát az alapvető kép ugye mindenki, ha a katonát említünk, akkor aki katonára sminkelve magát, tigrisbukfencbe lő késsel a szájában, tehát ez a katonaságnak nagyon szűk szelete. Ők a kommandósok, a különleges katonák. Aha. Ezen kívül én azt gondolom, hogy bárki megtalálhatja a számítását a hivatáson belül, tehát akár legyen közgazdász, akár legyen tanár, nézzük csak a fegyvernemeket, én tüzérként végeztem, ugye itt alapvetően a földméréshez áll közel mérnöki munka, de a mérnöki pálya egyéb aspektus is képviselhetik magukat, vagy egyéb szakmai része is, tanárok, bölcsészek, ugye most a hivatáson belül egy másik hivatásnál kötöttem ki, most a katona egészségügyben dolgozom, ez is önmagában már egy hivatás, de hogy itt is az egészségügyben dolgozók is megtalálhatják a számításukat. Tehát nagyon széles a spektrum, és mondhatjuk azt, hogy van választék. Bőven. Csak tudniuk kéne a fiataloknak ezekről, mert ezek olyan dolgok, amiket nem nagyon teszünk bele bizonyos kommunikációkba, hogy a műsorunkkal is szeretnénk ehhez hozzájárulni. Egy utolsó záró kérdést szeretnék föltenni. Milyen vágyálmaid vannak neked még így a pályádon? Hát azért még bőven van itt hátra a nyugdíjazásig, gondolom én, nem tudom. Úgyhogy mi az, amit még szeretnél kipróbálni, véghez vinni? Szeretnéd, ha mindenképp ott lenne a szakmai életutadon? Hát ugye, amíg a csúcsra nem értem el, tehát katonai pályafutás csúcs, azt gondolom, hogyha a tisztekről beszélünk, akkor a tábornoki csillag, aha. de nem feltétlen kell. Aha. Nyilván azért a létszám viszonyokat figyelembe veszük, nem minden tiszt kollégából lesz végül tábornok, de én azt gondolom, hogy már most ott tartok, hogy egy olyan karriert futottam be, amivel bőven elégedett lehetek. Nyilván szakmai kihívások még bőven akadnak, tehát ezekben szeretnék megfelelni. Most egy új terület nekem a katonaegészségügy, ebben azért még szeretnék kiteljesedni, illetve ezzel párhuzamosan én azt gondolom, hogy már, hát ha nem is a B oldal forog, de erősen közeledünk afelé, tehát most már nagyobb hangsúly tolódik a család felé. 4 lánygyermekem van, úgyhogy most... Van bőven teendő a lányok körül. És onnan is van kihívás. De gondolom katonameséket mesélsz nekik élethelyzetekből, vagy beviszed, mint családapa. Hát egyébként nem terhelem őket ezzel, de ha érdeklődnek, már pedig érdeklődnek, főleg amikor kint vagyok misszióban, vagy sokat vagyok távol, akkor kell mesélni. Akkor van is mit mesélni bőven. Tehát én úgy vagyok ezzel, ha ők kérdeznek, akkor nagyon szívesen, addig a mértékig, amíg őket ez érdekli, de
de van elég mesekönyv, vannak okos emberek, nagyon szép meséket írtak gyerekeknek, én inkább azokkal operálnék még, aztán majd meglátjuk. Csak ugye kevés, mert az ólomkatonát szokták sokszor a katonákhoz, katonamesékhez elmesélni, de nagyon kevés szerepet kapnak a mesében különben a katonák, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az, amit mi is megpróbálunk megcélozni, hogy időnként a műsorral vissza fogunk térni ehhez a témához, és mesélünk tovább a katonaságról. Igen, hát elég sok gyerekcsatornát kell most néznem, és elég sok időben megy. Én pont azt látom, hogy nagyon sok katona kap szerepet, ha igazából is katona, de a hősök, a mesehősök, nagyon nagy százaléka valahogy kötődik a katonasághoz, vagy ez a hivatáshoz, vagy a filmekről beszélünk. Vagy filmekről. Említetted a videójátékot. Videójátékok. Igen, most egy kedvenc, mondjam, hogy poénom, az egy ilyen párbeszéd, kis rövid történet, kérdezi a férfi a hölgyet, hogy Isten, mivel foglalkozol, hogy ismerkednek, mivel foglalkozol, és akkor mondja a hölgy erre, hogy ő modell az Instán. És akkor a hölgy is visszakérdezi, Isten, mivel foglalkozol, és mondja, szerintem én katona vagyok, nő szeme fölcsön. Igen, és hol, mit csinálsz? Azt mondja, katona vagyok a World of Tankban. Igen. Az valahogy úgy érzem, egy kicsit az a jellemző a mai igen, társadalomra. Igen, igen. És ez az, amit szeretnénk, hogy ezek a mai fiatalok megismerjék a katonaság valódi arcát, ne csak gondolkodjanak azon, hogy lehet ezt elkerülni, hanem szeretnénk a toborzáshoz hozzájárulni, hogy egyre több katona legyen itt az offline-ban, mert azt gondolom, hogy ez egy szép hivatás, mint minden hivatásban ugye a fiatalok is elmondták, hogy megvannak a hullámvölgyek, hullámhegyek, de hogy alapvetően egy gyönyörű élethivatás, egy életforma, ahogy te is mondtad. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, meghívás, megtiszteltetés volt. Milyen sokszor kérdezik meg a fiataloktól azt, hogy ki leszel, ha felnősz? Van, aki tudja viszonylag hamar, és van, aki később hoz ezen a területen egy döntést. Mindenkire szükség van valahol, de meg kell keresnünk azt az utat, amin járnunk kell. Vannak munkák, amihez elhívás kell, ilyenek a hivatásos szakmák. A hivatásos katonának a katonaságon belül számtalan lehetősége van, hiszen több területből is választhat majd. Kedves jövendőbeli katonák, szükség van rátok, hiszen jó, hogyha a segítségetekkel biztonságban élhetjük az életünket.